Már elkezdődtek a tanulmányokat lezáró szakmai vizsgák. Pakson a Tolna megyei szakképzési centrum első István szakképzőiskolában több mint 80 diák ad számot a tudásáról a májusi-júniusi vizsgaidőszakban. Iskolánkban május 13-ától zajlanak az írásbeli vizsgák, vagyis akkor kezdődött meg igazából a szakmai vizsgáztatás az írásbeli vizsgatevékenységgel, amit ma már interaktív vizsgatevékenységnek nevezünk, és most pedig folyamatosan zajlanak a projektfeladatok, régi néven gyakorlati vizsgák. Mai napon az épületgépész technikusok vizsgáztak, és úgy tudom, hogy idáig nagyon jól adtak számot a tudásukról. A logisztikai és szállítmányozási ügyintézők, tegnapi napon az eladók vizsgáztak, jövő héten a hegesztők, a gépgyártás technológiai technikusok, a magasépítő technikusok, köművesek és az ácsok, illetve még júniusban két részszakmánkból is vizsgáznak a diákjaink, a bolti előkészítő fognak vizsgázni, és a szobafestők. Szekszárdon a Tolna megyei szakképzési centrum Andi Endre technikum és kollégiumban Juhász Gábor az intézmény igazgatója elárulta, közel 200 szakképzős és technikus tanuló teszi le szakmájának záró vizsgáját. Ezek a szakmai vizsgák, ezek a 3 éves, 2 éves, 1 éves, 5 éves tanulmányok lezárásához kapcsolódnak, tehát ebben nem csak szakmunkás, szakképzőiskolai tanulók vizsgáról beszélünk, hanem a technikus tanulók vizsgájáról is. 5 technikus szakképesítést szereznek meg a tanulóink jelen pillanatban, tehát 5 félét, illetve a szakképzős tanulóink pedig 7 féle szakmát vizsgáznak most, úgyhogy nagyjából 12 féle szakmai bizonyítványt fogunk kiadni remélhetőleg a június 11-i zárásunkkor, illetve azt megelőzően. Maga a szakmai vizsgálószak május 11-től június 11-ig tart az iskolánkban, és folyamatos vizsgatevékenység jellemzi. Ugye az interaktív, vagy korábbi nevén írásbeli vizsgák már május 11-én elkezdődtek, az utolsó vizsgák éppen ma zajlanak ebből a vizsgatevékenységből, és már elkezdtük a projekt vizsgatevékenységeket, amelyhez a szóbeli és a gyakorlati vizsgák tartoznának, de a szóbeli megrendezésre jelenleg nincsen lehetőség, tehát a gyakorlati vizsgák fogják adni majd az egészét a szakmai vizsga értékelésének, az írásbeli és a gyakorlat együtt alakítja majd ki a végeredményt. Vizsgáznak többek között az autószerelők, a hegesztők, az építőipari szakmából a kőművesek és a burkolók, a kozmetikusok vagy a villanyszerelők. A végső osztályzatot a gyakorlati vizsgára kapott érdemjegy is befolyásolja majd. Vannak már most látható jó eredmények is, hiszen nagyon sokan voltak azok, akik már eleve az írásbeli vizsgatevékenység alól felmentést szereztek a szakmai versenyek segítségével. Ők nyilván csak a gyakorlati vizsgákat csinálták meg. Nagyon büszkék vagyunk azokra a szakmai versenyeredményekre, amik az elmúlt időszakot jellemezték. Dacára az online oktatásnak is úgy tűnik, hogy mind az elmélet, mind a gyakorlatból sikeresen készültek fel a diákok. Természetesen vannak, akiknek ez nem sikerült olyan jól, ők még kapnak lehetőséget majd egy további alkalommal is ennek megismétlésére. De ez ugye most még nem látszik. Tehát a vizsgák majd a vizsgabizottság zárásakor tudnak majd végeredményt mutatni. Az elmúlt időszakban a gyakorlati képzésnek a lehetőségei elég jelentősen szűkültek. Nem mindenkire és nem egyformán jellemző ez egyébként, vagy igaz ez. A lehetősége a szakmai gyakorlatok megtartásának az online időszakban is megvolt, a március közepi időszakig. Tehát a novemberi zárás az nem jelentette a gyakorlatoknak a befejezését, mint márciusban. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatok nem maradtak el olyan mértékben, sőt, igazániból zavartalanul folytak, természetesen az egészségügyi védő előírások betartása mellett, tehát az iskolában is voltak bent kis csoportok, és folyamatosan a gyakorlatok zajlottak. Március óta sajnos online módon kellett ezt is megtartanunk. Nyilván ez egy picit a felkészülést hátráltatta, viszont azóta, amikor lehetőség volt rá, a tanulmányidő után újra megjelentek a kisebb csoportok, és a szakmai gyakorlati vizsgára kis csoportos felkészítések zajlottak az április végén követő időszakban is, amíg a vizsgák el nem kezdődtek.